A Jelenések könyvéből olvasom az első részből a 4., 5. és 6. verset. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem nektek is békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő, és a 7 lélektől, mely az ő királyi szék előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, halottak közül az elsőszülött, a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom, mind örökkön, örökké. Amen. A mai nap címéül azt adtam, hogy Jézus üzenete. Újból és újból előttem van egy dolgozat, amikor beszélnem kellett az úgynevezett messiás hívőkről, beszélnem kellett az Ábrahám fiairól, beszélnem kellett a Koránról és a Bibliáról, a Koránról, hogy diktálás által született. Aki diktálja, az Gabrielnek nevezi magát. Aki diktálja, annak a diktátumán változtatni azóta se lehet. Eredeti szövegében kell megőrizni a Koránnak, ezt tartják a kincsének, a hatalmának, az erejének, hogy nem lehet módosítani rajta, változhatatlan kijelentés. A kereszténységnek a dolgait egy sereg dolog befolyásolja, ilyen, hogy írásait megváltoztatták. Töröltek belőle, elvettek belőle. Az Ószövetség könyveiben rengeteg változtatás. Csak a zsoltárokról mondom, hogy van olyan zsoltár, ami kétszer szerepel a zsoltárok könyvébe. Nem kívánom tovább folytatni, a hozzányúlás lehetősége, tudjátok, az mindig megrendítő, hogy igaz, nem igaz, eredeti, nem eredeti, rengeteg kérdés van. Azok pedig, amikor azt mondják, hogy tessék elfogadni, hogy ez a Szentlélektől van, nem írom alá. Egyszerűen nem írhatom alá. De el kell mondanom valamit. A szinoptikus evangéliumokat, azokat más személyek írták. Ezért nyilvánvaló egy sereg másság bennük. Hogy Isten lelke melyiknek milyen hangsúlyt adott, hogy miről beszéljen. Ezért egy egész különös dolog, amiben egyeznek, és amiben különböznek egymástól. Én ezt meggazdagításnak nevezem. Most nem arról beszélek, hogy beleírtak, nem írtak bele, töröltek, széljegyzet volt, a másoló rosszul másolta. Nem erről beszélek, arról, hogy aztán az apostoli levelek, amik apostolok által születtek, ugye Lukács kivételével, aki Pálnak a barátja, a görög és a zsidó testvérekké lettek, gyűjtő munka eredménye. Van azonban egy könyv, ami a mindenség királya személyes diktálására született, a Jézus Krisztus diktálására. Én azt látom, hogy a Jelenések könyve első része 4. verstől a 22. rész 6. verséig, ahol és mondta nekem, e beszédek hívek és igazak, ezt Jézus mondja, ezt Jézus diktálja, és az Atya parancsára megjeleníti, majd angyallal magyaráztatja, de a parancs így szól, hogy írd le, amiket láttál, és amiket hallottál. Ez a Jelenések könyve az ókori levelek mintájára íratott, ott van a küldő neve, ott van a címzett neve, és van egy ünnepélyes köszöntés, amelyik mindent visz a levél tartalmát illetően. A küldő Jézus, a címzett János. Tudjátok, amikor megszólítja, és majd fölolvassuk az Efézusbeliekhez írott levélnek a dolgait, és a többi levélnek, neki tisztázni kell, hogy én János írom ezt a levelet diktálásra. És annyira
elfogott a hálaadás abban, hogy Jézus Krisztus egyszerűen azt idatja Jánossal, hogy János. Nincs titulus leírás, nincs olyan, hogy ő aki a mennyei jelenéseknek látnoka. Nincs olyan, hogy a nagy apostol, nincs olyan, hogy aki a Jézus keverén nyugodott, nincs olyan, hogy az összes többi tanítvány elismerte, hogy akit Jézus szeret. Érted? Ennyi van János. Nagyon kérlek, hogy ha ma hallgatod ezt a csendességet, akkor ezt az egyszerű Jézus Krisztusi parancsot minden egyéb nélkül a nevedet ismerem, ezen a néven, amit ismerek, szólítattál meg, és ennek a névnek adok egy különleges folytatást, hogy a nevemről nevezett név legyen a tiéd. Ebben a mai csendességben a küldő Jézus, a címzett János, csak így. Mit diktál Jézus? Azt, hogy János, írd meg. János, örökké való üzenetet iratok veled. Méltóságodat azt tőlem kaptad. Ahányszor olvassák és hálát adnak, majd te érted is. Légy áldott, hogy hű és igaz volt szolgád, aki átadta a te igaz írásodnak akaratát. Nevembe szólsz. Így készülj ma, mint Isten gyermeke, akit néven szólít, és azt mondja, amit mondok, azt. Azt pontosan hirdest ki. E hazug világban érdekes, nincs neve a tényleges vezérnek, a nagy építőmesternek. Érdekes, titok. A nagy titok. Jézus Krisztus leíratja az igazat, hogy ő az, aki diktál, és akinek diktál, az vállalja fel. És így születik majd az írás János a hét gyülekezetnek. Jézus diktál. Az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek. Nem kívánok itt exegézist adni, de csak említem emlékeztetőül. Ázsia a mai Törökország nyugati partvidékén egy tartomány. Az Égei tenger partvidékén. Nem kis Ázsia, nem Ázsia, mint földrész, hanem egy tartomány. És bár volt itt több az Égei tenger partvidékén, több gyülekezet, Jézus hetet nevesít. Hét egyházat. Minden idők egyházainak teljességét, melyek a világmindenség kereszténysége összes egyházainak a teljességét jelenti. Kérem, nem azt érti ám Jézus az egyház alatt, mint amit a római katolikus egyház, hogy egy világbirodalom neveztetik egyháznak, és annak van földi feje. Minden gyülekezet. Többes számmal irathatik például az, hogy a Galileában, vagy Galáciában lévő egyházaknak is írd meg. Minden egyes gyülekezet egyház egészen önálló arculattal, lelkiséggel, helyzettel, állapottal, körülménnyel, harccal. Önálló gyülekezetek. Amikor megszólítja Jézus ezt a hetet, akkor örök érvényű kijelentéseket mond, amik a ma élő gyülekezetekben is élő igeként szólalnak meg. Az üdvözlet, amit Jézus diktál, áttérek erre, kegyelem nektek és békesség. Tudjátok, nagyon sokan ragaszkodnak a görög szó eredetiéhez, a héber szó eredetiéhez, legyen. Elmondom csak annak kedvéért, hogy lássátok, mennyire többről van itt szó. A kairos azt jelenti, hogy kegyelem. A görög kairite így is köszöntötték egymást, hogy kegyelem neked. E szóból van a karizma, a kenet, a felkenettetés is. Jézus küldi a kegyelmet, ami hatalmában van. Nem akármit mondat itt el Jánossal, hogy kegyelem néktek és békesség.
itt egy kivondott, direkt hatalomnak, a kegyelem erejének és annak minden tartalmát hordozó erőnek a küldése egy hihetetlen nehéz hitvalló időben, a mártírium csúcsa járató idejében. És amikor a kegyelemnéktek is a békesség köszöntés elhangzik, azonnal föllélegez minden zsidó származású ember, megvan a salom. Megvan a salom. Látjátok, nem hagyhatja ki még az Isten sem a szót. Na hát álljon meg a menet. Az arab és a török. Szalem aleikum, békesség neked. Így köszöntik egymást. Tessék mondani, mennyi közük is van ahhoz az Istenhez, akit a salom köszöntésűek ismernek. A zsidóknál a salom azt jelentette békesség. Na de Jeruzsálem neve is innen származik, a békességnek, a szavából. Kérem, Jézus azt küldi, ami hatalmába van, és itt lesz a tartalomnak egészen más irányultsága, szentsége és mélysége. Krisztus cselekedete az kegyelmi tett. A kegyelmi tett azt jelenti, hogy akiknek az Atya Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus áldozatáért megbocsátotta a bűneit, kegyelembe fogadta és Jézus Krisztus által fiúságnak, vagy fiúságba neveli őket. Azok a kegyelmet kapottak, jutnak békességre, nem a héber, török és arab szóhasználat szerint, ami egy emberi jókívánság, akkor is, ha felülről valót kíván benne, hanem ez föntről lefelé érkező hatalommal telített Jézus Krisztusi munkálkodó erő. Így beszél Jézus, kérem, a békesség azt jelenti, hogy megbékítve az Atyával. Kegyelem által kapott békesség, és ezt nagyon pontosan rögzíti, hogy azt a békességet adom nektek, amelyik nem a világ fogalma szerint való, és nincs az eddigi fogalmakba az a fajta békesség, amelyiket én hozok. Megbékítettem az Atyát, és ettől kezdve úgy tekint rád, mint akinek soha semmi bűne nem volt. A kegyelemben pedig azt jelenti, hogy úgy tekint rád, mint aki igaz, igazsága tőlem való, a fiúsága bennem való fiúság. Akitől kapott kegyelmet és békességet, azt így mondja, ami az Istentől van. Miért folytatja tovább? Így, hogy aki van. Azért, mert ez a kegyelem és békesség, ez áradó, isteni cselekedet ma is, és a hívő ember ennek az áradó kegyelemnek és békességnek erejében, Isten jelenlétében van. Csak újjászületett éli át, hogy Isten jelenlétében van. Ezért nem fél a rossz hírtől, ezért szíve erős, ezért bizakodik, ezért hiszi a győzelmet. Aki volt, arról szól, hogy mindenkor, mindenkori ura, az, aki jelen van veled, és aki az eljövendőben is ott lesz veled, amikor azt mondja Jézus, hogy te vár rád az Atya. Hírnökként el kell mondanom, hogy minden meg van terítve, minden el van készítve, a helyed is meg van készítve, vár rád az Atya, és ott lesz, akinek ott kell lenni a jövőben veled, mert eljövök, érted? Aki van, aki vala, és aki eljövendő, attól kegyelem és békesség. Ugye a cím így hangzott, Jézus üzenete. Hát ezt üzeni. Szeretlek. Maradj meg a szeretetemben. Örökre szól. Amen.